ahhoz képest, hogy milyen kicsi az a város és az egy kis számú lakosság, a történelemben egyik legnagyobb méretű megmozdulása 48. Tehát a város történt. És azt is figyelembe kell venni, hogy nem voltak harcok. Itt nem vonult át front, itt nem volt. És mégis nagyon sokan, 78-an sümegről vettek részt a szabadságharcba. Tehát ezért van egy ilyen mondás, hogy a székek és az alaiak rokonok. Hát a régészek már tudják, és mondják, hogy a székesség azért, mielőtt elfoglalja a mai területet Erdélybe, akkor itt Zala környékén itt voltak a szálláshelyük. Ugyanez ki volt, a forradalom alatt a legnagyobb harcosok a zalaiak és a székelyek voltak. Tehát sümeg értelemszerűen Zalához tartozott. Tehát ez egy óriási megmozdulás volt. Két napra rá, hogy kitört Pesten a forradalom, meg elhangzanak nagy beszédek és a programok. 17-én Csányi, aki kormánybiztos volt, ő jön haza Zalaegerszegre, és ő számol be arról, hogy mi történik Zalaegerszegen, és van egy Takács Alajos nevű orvos sümegen, aki később aztán aktívan részt vesz a szabadságharcba. Ő az, aki éppen Zalaegerszegen volt a közgyűlésben, és ő jön sümegre, és ő hozza a híreket. Tehát májusban alakul meg sümegen a nemzeti őrség, a nemzetőrség, aminek Ramaz Etter a vezetője. De akkor Ramaz Etter ő vállalkozó volt, mikor látta, hogy több a soknál elment Angliába. Szóval ez így igaz. Tehát ő akkor köti a nagy bizniszeit Angliába, a bor ügyeit. Valószínű nem akart részt venni, ő pénzember volt, másképp volt jó magyar. Ő az oktatás, ő támogatott mindenki. De van egy kisfaludi Mór, aki viszont élére áll a dolgoknak, és hát ez is jellemző, hogy megnősül, és rá egy órára elmegy a Mura vidékére harcolni a szerbek ellen. Tehát ez van nagyjából, mondatok röviden, ez történik sümegen. Na most sümeg és vidékét dolgoztuk mi fel 10 évvel ezelőtt, és akkor derül ki, hogy van 430 ember, akiről tudunk, hogy részt vesz a forradalom. Ezek a települések, a kistérség, ami hozzá tartozik, a 430 ember nem kevés. Nem kevés. Közöttük van egy tábornok. A Hosszati Gál család tábornok volt, ő akar Tihanyból szigetet csinálni, mert van egy ilyen elmélet, hogy szigetkel sok jobban lehet védni. Ő nem volt jó katona, nagyon jó mérnök ember volt. Ő volt az aradi várnak a megerősítője, de hát ő aztán a forradalom után hamarosan meghalt, mert cukorbeteg volt valószínűleg. És elhúj. Van egy alezredes, tehát egy dandár tábornok, az a kisfaludi Mór, főtiszt is van, vagy 15, akik részt vesznek ebből a térségből. Mondom, ők elmennek, és ez az érdekes, hogy például összehasonlításképpen Veszprém megy egyetlen egy századot állít ki, nem akar senki harcolni, addig Zalában 4 végigharcolja. Egészen Komáromig és világosig a dolgokat. És még javába harcolnak Székelyföldön, mikor megtörténik a világosi fegyverletétel. Ezért kiáltják ki Görgeit árulónak. Mert ott a harcolóképes csapatok vannak. És a székek nem is akarnak hallani arra, hogy letegyék a fegyvert. Én nem tudom, annyira én nem ismerem ennek a hátterét, hogy most ott kinek volt igaza. Én csak azt tudom, amit olvasok, hogy sokan kikiáltják, hogy jön egy kicsi, alacsony, kisnövésű, szakállas ember, aki ráadásul lengyel, és átveszi az erdélyi csapatoknak a parancsnokságát, és úgy végigver mindenkit, olyan nagykőbe meg van írva. Ő egy csatát elvesztett el. Jó formát, hát ilyen csetepatékat, igen, de nagy csatát, az mindegyiket megérte. És láb, akkor leteszik világosan az ország másik felébe a fegyvert, nekik nem is szólnak, és vége az egész dolognak. És utána jön a megtorlás.
Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb áldozata van Sümegnek is, a térségnek is, az országnak is a megtorlásban, amikor meghurcolják az embereket. Meg a másik az, hogy általában olyan az ember, és a magyar történetírás is úgy nagyon szereti azt, hogy végletekbe gondolkozva, hogy aki jó, az aztán nagyon jó, aki rossz, az aztán nagyon rossz, holott gyarlók vagyunk mindannyian a jó és a rossz oldalainkkal. Itt is így van, hogy vannak az osztrákhoz hű sümegkörnyéki főurak, például egy Bogyai Lajos, ő halápi, ott gazdálkodik, mint a gazdaságot csinál, és de ő lesz a 48 leverése után itt a király megbízottja. Ő kormányhű, kormánypárti. Bogyai máskülönben sok rokona van Sümegen, többek között nagyon sok embert megment a haláltól. Kisfaludy Mór is neki köszönheti, hogy megúszta az akasztófát. A másik pedig szellemileg egy akkora törés ez a magyarságnak a megtorlás, hogy azt el nem tudom mondani, és például a Kisfaludy Mórnak felajánlanak állami állásokat, el is megy vagy két hónapot, ha kibír, és akkor azt mondja, ő ezekkel nem békél meg, és nem fog. Tehát nagyon sok ember, aki egyszer nem tud kiegyezni, nem tud, inkább éli azt, hát a Kisfaludy Mór is ahhoz képest, hogy milyen gazdag és mennyit örökölt ő, tehát azért hozzák Sümegre, hogy Kisfaludy Sándor halála után rendezze a vagyont. Tehát ő egy fiatal ember volt, energikus volt, tanult ember volt, és ő örökli a kisfaludi hagyatékot, de nyomorba él egész életében. Nyomorok. Hát ahol most van a Várcsárda épülete, ott volt egy szoba, egy kicsi ház, egy kicsi magyar épület, és az is elmegy a püspökség, megvásárolja, csak a püspök ad egy engedélyt arra, hogy életük végéig ő és a családja ott élnek, nyomorognak. Én van vagy két-három fényképen, ami megörökíti az akkori házat, és látszik, hogy hát az minden, csak nem egy nemes embernek a háza. Meg az itt szállásolt katonaság, hogy az mi rengeteg pénzbe kerül, hogy alig tudja a város előállítani azt a zabot az állatoknak, nem szól persze az emberekről az ételt. Nem voltak kaszárnyák akkor, meg a kaszárnyépítés az a kiegyezés környéke, vagy a körül valamikor előtte kezd, addig beszállásolások voltak. Tehát megjött egy katonaság, egy településre, és azt szétosztotta a város és családokhoz. És azt kellett etetni, azt nem fizette senki neki. És aztán utána a lovakat, az volt úgy, hogy olvastam az iratokban, nem tudom mennyit fizettek zabárába, meg mit tudom én mire, de effektív ez a lakosságnak, hiába a város fizeti ki a kasszájából, de hát a város honnan szedi a pénzt, hát beszedi a lakosságtól. Tehát én ebbe sokkal nagyobb tragikumot látok a következményekben, mint maga a forradalomban. Ugyanis a szerencsésen, ha úgy tetszik, elkerült a háború, elkerült a csendepaték, a harcok, nem volt felvonulás terület sem Sümeg. Tehát ilyen értelemben simán megúszta. Elmentek 78-an harcolni, persze itt is volt, hogy a pénzesek megváltották a részvételüket. A csórokat meg kényszer sorolom. Aztán utána a második először önkéntesen ment, aztán utána, amikor már kellett az ember, akkor már fel kellett állítani a kótát, tehát kellett biztosítani. Van arról adatunk, hogy hányan haltak meg a... Ne, hát nem, ugyanis, ez a másik. Tehát akkor megtörténik a nagy, persze egy pár nagy emberről tudunk, mert megvan az életrajza, meg a tiszti névtár, meg a levéltár, Bóna Gábor a nagy kutatója ennek, és ő tudja ezeket, mert egyik könyvet a másik után adja ki, hál' Istennek, és meg bírja, jó karban van, és dolgozik keményen. De az a helyzet, mi nagyon jó viszonyban vagyunk Gáborral, és az a helyzet, én tőle tudom, hogy a kiegyezés után, mikor megalakulnak ezek a honvédegyletek, utána írják össze, és utána az, hogy ki halt meg a harcteren, annak nincsen egy statisztikája. Nem úgy van, mint a világháborúban, hogy mindig összeírta az önkormány, pontosan a város elítja, ki halt meg, ki ment el, ki maradt kint a fronton. Itten
Tehát megalakul ezek a honvédegyletek, például a Sümeg, nem volt így Sümegje, nem volt Zalai, volt Zalaegerszegen a központja, és akkor ott vannak ezek a nyilvántartások. Sümegen azért volt szerencse, mert 1914-ben a Sümeg és Vidéke című újságban van egy Moyser nevű úriember, egy kereskedő volt, meg kocsmáros, aki gyerekkorában még megélte a 48-as dolgokat, öregkorán megírja ennek a történetét. És akkor is a Sümeg újságban pontosan lehet követni, mikor kihalt meg. Na akkor van egy pár sorról a nekrológiában. Én azokat mind szépen összegyűjtöttem, majd látható ebbe a könyvben, hogy rakodik össze, de én olyanról nem tudok, hogy kihalt meg. A mai élőknek, a mai fiataloknak mit kell megtanulniuk 48 örökségéről? Sok mindent meg lehetne tanulni. Nem akarok pátosz, nem szeretem én az ilyen nagy szavakat. Én inkább az, hogy valahogy úgy látom, hogy unblock a mai fiatalságnak, hogy foglalkozzon az ő környezetével. Hogy ismerje meg annak a hagyományait. Mert ugyanis, hogy ma hol van ez a Sümeg, ez abból táplálkozik, hogy mi történt ezelőtt. 500 évvel, 200 évvel, persze ezt mindig is szlogenszerűen elmondják, de aki benne élt, teszem azt, most én jó magamat is ide sorolom, egy életen át arra szenteltem az életemet, hogy ezt mutassam. Én pontosan látom, hogy ezek a dolgok úgy visszaköszönnek. Mindenféle téren, hogy nincs új a nap alatt. Kicsit át van puderezve, át van sikkálva, meg van fésülve jobban, de végül is ugyanaz történik. Mondok egy példát. Ott van Kisfaludy esete, az ő szerelmi dolgai. Kiderült, hogy semmi új nem történik a nap alatt. És ugyanígy van az emberi viszonyokban. Semmi nincs, éppen úgy irigykedtek egymás az emberek, éppen úgy törekedtek mások. Hát csak belegondolunk abban, hogy Ramazetter az életét, a vagyonát, mindent feláldozta ezért a városért. Tehát ez a Széchenyi féle elgondolás, hogy minden a hazáért, ez annyira szép és annyira igaz. Csak hogy nagyon el van csépelve egy részben. Ugyanakkor ezt végig kell gondolni, mindenki saját magára, nem kell beszélni ezt valahogy. Az ördög tudja, de valahogy ezt csinálni kéne. Én ezt érzem, hogy a mai fiatalság, hogy látom én a diákokhoz, hogy néha adok nekik el, és megállítok az utcán, és akkor megint kérdeznek, és benne van ez az igény. Benne van. Én látom az interneten, Facebookra rakok fel sümegi képeket, hogy hányan követik, és hányan odáig vannak ezek. Nem véletlen, vagy mit tudom, ott volt most az utolsó esténk, hány ember eljött Szent Lászlóról hallgatni. Pedig igazán Szent László és Sümeg a rettentő távol van, alig van egy pár. És mégis eljöttek, élvezték, és ott elzár. Benne van az igény. Csak csinálni kell.